Na szevasztok srácok, üdvözöllek titeket újra a csatornán, elég régen csináltam már videót, úgyhogy nekem is vissza kell rázódnom, és erre a célra egy lazulós kis játékot hoztam nektek el, ami az Amanita Design egyik 2012-es kiadású játék, még pedig, mint az látszik a címből, Botanicula címre hallgat. Ez egy gyerekeknek szánt point and click, de azért megérdemel egy rövid kis belenézést itt a csatornán, ugyanis... Mit akartam ezzel megfogalmazni? Szóval érdemes megnézni, hogy mit alkottak akkoriban a srácok a masinárium után. Na most annyit el kell áruljak, amíg az intro zajlik, hogy nem... Nagyon ugorta meg a mércét, amit a masinárium felállított. Ugyanis véleményem szerint az az egyik legjobb játékuk. Ez pedig csak utána egy fokkal lejjebb helyezkedik el a ranglétrán, legalábbis az én szememben. Az én szememben mindenképp. És itt a játék az egyből azzal fog indítani, hogy ugye bizergálhatjuk akár a napot is, a holdat is, vagy csillagokat inkább, mert ezek jobban hasonlítanak arra. Elnézést, különben még egy kicsit berekedős a hangom. Na viszont, amit nekünk csinálnunk kell kezdetnek, az az, hogy ezeket szépen kinyitjuk egyenként, és nagy fényű gömbök lesznek belőlük, aztán itt következik az, hogy előjön a gonosz, egy fura pók formájában, aki magába szívja ezeknek a terméseknek minden éltető energiáját. Egynek természetesen sikerül elszöknie, és innentől fogja majd érdekessé formálni a játékot ez a esemény. Nagyjából meg is mutatja a játék, hogy mit kell csinálnunk ahhoz, hogy minden helyre álljon, ugyanis elég durva dolgok fognak történni menet közben, amiket majd látni is fogtok. Az én kis barátunk most összehívja haverjait, hogy a segítségére legyenek az utazás közben. Az első feladványunk is. Addig ugye itt nem tudunk tovább menni, amíg ennek a kis fickónak, jó nagy kis fickónak nem segítünk. Tehát vissza kell mennünk mindenképp, és összeszedni az összes olyan tollat, amit ő lehullajtott. Ez azt hiszem elsőképp erre kell majd elnéznünk. Nem sokat játszottam a játékkal, úgyhogy nagyjából első látásra menjen a dolog. Annyit próbáltam csak ki, hogy milyen stabilan tudja felvenni maga az OBS. Az mellett, hogy ugye én itt még kattingatok és futtatom. Na, itt ez viszonylag különben egyszerű megoldással kezelhető, ez a két fickó. Tehát így át akarunk menni, akkor sehogy se tudunk, mert ők visszaüldöznek, de... ha őt igénybe vesszük, Ág barátunkat, akkor... meg is van az első toll. Innentől már tovább kell mennünk, ugyanis itt semmi különleges dolog nincs. Ha csak nem ezt, hadd próbáljam meg, hogy mi történik. Sajnos mindenre nem emlékszem, mert elég régen játszottam vele, és akkor se vittem teljesen végig. Tehát
Még mindig úgy vagyok vele, hogy az én szívemhez közelebb áll a masinárium, mint ez a kis játék. De ettől független nem rossz, tehát ez félre nem értendő dolog. Na és itt lesz az első poénos esemény. Elsőre előjön egy kis bogár, másodjára egy nagyobb bogár, és most figyeljetek, egy óriási bogár a kis levél mögül. Majd a toll, amire szükségünk van. Szóval ide le is kell jönni. És itt válogathatunk, hogy kivel oldjuk meg a dolgot. Mindenkinél egyébként előjönnek vicces események. Kezdjük mondjuk vele. Letuszkolja magát, és egy nagy méhecske hozza vissza a semmiből. Na, ő vele is van egy érdekesség, és hogyha őt küldjük ide, akkor ő csak belenéz. Majd visszanéz egy ekkora figura, és kapunk egy kártyát. Ezeket lehet gyűjteni. Tehát nem tudom pontosan, hogy hol van mindegyik elhelyezve, szóval ezt ne várjátok el tőlem, hogy megkeresem. De az a lényeg, hogy vannak ilyen gyűjthető kártyák is a játékban, amiket ilyen apróságokkal lehet előkeresni. Na most azt hiszem, az a lényeg, hogy ővele kell előhúzatni dolgokat, ha minden igaz. Így is van. Most ide küldjük ő nagyságát. És meg is van a második. Már csak azt kell megtalálnunk, hogy hol lehet a harmadik. Itt is van. Ez viszonylag gyors volt. Oké, és ha jól emlékszem, erre lefelé volt. Ez az. Tessék. Na most a zenéről beszélve különben, mert az se egy hű de rossz, legalábbis így adja a hangulatot a játékhoz. Ezeket a zenéket, amiket hallatok a játék közben, ezt a Dva nevezetű együttes adja elő. Dva nevezetű cseh nemzetiségű együttes. És velük kapcsolatban van még majd egy érdekesség a játékban, nem csak ennyi, hogy a zenéket ők adták elő, hanem egy easter egget is helyeztek el velük kapcsolatban a készítők. Itt pedig, mint látjátok, hipnotizálnak minket a gombák. Megbolondítja az egerem meg a fickókat is. Na persze ez egy apró kis poén, és megint kaptunk értük egy gyűjtőkártyát a gombákhoz. Plusz megkaptuk a zenéjüket is. Hoppá! Na itt vajon mi van? Szóval az életet szipolyozó dögökről mesélt, vagyis a pókjainkról, akiket már korábban megismerhettünk. Itt annyi lenne a lényeg, ugye innen csak bogarakat tudunk előhívni. Ó, te! Aha, itt a megoldás. Csiga uraságot oda hívjuk, és fel tudunk ugorni a hátán. Mindjárt meg is oldódik a téma akkor. Mint ezt különben halljátok. A fejlesztő gárda ez minden hangot szájjal csinált meg a játékhoz, és itt van egy eléggé idegesítő mini játék. Itt az a lényeg, hogy ezt úgy kell kijátszanunk, ezt a piros lasztit, hogy lecsapja a kulcsot egész ide nekünk, mert ezeket kell innentől majd gyűjtenünk. Hoppá! Sokkal egyszerűbb különben
úgy lecsapni, hogy nem szeretnénk. Ez az, majdnem kész vagyunk. Nem mész az aljára. Miért nem csapta le? Okay. Na. Innen kéne alulról akkor ezek szerint. Gyere, gyere. Nem, nem, nem menj arra. Megpróbálom ügyeskedni, de nem mindig jön össze a dolog. Ez az. Elmagyarázom nem sokára különben, hogy miért kell ezeket gyűjteni. Ugyanis az egyik pontján a térképnek van egy ilyen többzáras lakat. Amit ez kinyit. Hoppá! Összefutottunk egy ilyen majommal, és az a helyzet, hogy kapunk is mostantól rendes térképet, hogyha ezt letépjük. Na, gyerünk már. A térképet ezt különben így kell elképzelni egy levél formájában, és ez folyamatosan, emlékeim szerint folyamatosan rajzolja ki magát, ahogy haladunk ide-oda a játékban, szóval. Hát nem nagyjából lehet tudni vele egyébként a megoldását is a dolgoknak, hogy mikor hova kell menni. Én nem sokat használtam. Itt pedig az lenne a lényeg, hogy ezeket a megjelenő figurákat szépen éneklésre kell bírni. Elég idegesítő hangot adjanak ki magukból. És még jön belőlük pár darab. Ha sikerül mindet, ami nem mindig sikerül persze elsőre, akkor megjelenik egy nagy is. Legyél szíves! Na, erről beszéltem. Megjelent az óriás. Akinek szintén így el kell táptatnunk a száját, és innentől be tudunk menni. Itt pedig mindjárt meglátjátok, hogy miért kellett ide bejönnünk. Kattintok egyet, ott egy kulcs. Na de ez most egy hiába van ott, ugyanis hogyha megpróbálom elvenni tőle bármelyik karakterrel, akkor ő visszaszívja. Próbáljuk meg ő vele. Ő vele sem működik. Viszont ő hátba tudja vágni, és ki tud szúrni vele. Innentől pedig sorban, és láncban oda küldünk mindenkit, hogy kezdjék el húzni, és meg is van oldva a dolog. Megvan a második kulcsunk. És itt most pedig elnézek erre, hogy itt mi a helyzet. Nincs is már visszaútva, de van, szuper. Ott két ilyen tüskebogár bunyózik. Na itt most az a lényeg, hogy ezt legörbíteni. Ha. Ez oda megy, de minek? Ez gyorsan meg lett viszonylag, szóval... Kis barátom, ezt elszúrtad, megszereztem a kulcsot tőled. Mint mondtam, bár nem vagyok biztos benne, hogy ténylegesen mondtam, ebből nem feltétlen fogok csinálni végigjátszást. Egy újabb magyarázat a sztoriról. Pau. Ilyenkor kinől még egy. Ilyennel is fogunk különben hamarosan utazni, szóval
Azért itt is volt kreativitás, csak mondottam ez. Ne haragudjatok, tényleg még mindig ez a berekedős hang itt van nekem, szóval... Na szóval mit is akartam mondani? Ez leginkább gyerekeknek lett számva. De a mondó vagyok, ők is megérdemlik, hogy legyen egy játék a csatornán. Ha nem is egy végigjátszás, de egy kis gameplay róla. Itt pedig lehet ügyeskedni ezekkel a vigyulákkal. Ezt meg szeretném mutatni. Ha ez, ebből legalább egyet beleügyeskedünk ide. Ami nem egy egyszerű dolog, mert mindig az ellentétes irányba ugranak. Akkor onnan kijön egy figura. Mennyi lenne a lényege a dolognak. Hopp, túl nagyot ugrik. Jó, adjuk ezt. Oké, itt valami meglepetés. Semmi, csak egy kis fickó, aki nem szeretné, hogy piszkáljuk. Ebben a pár percben remélhetőleg még találok néhány kulcsot is. Mert lehet, hogy ahhoz túl magasra jöttem, majd mindjárt kiderül. Ez itt egy furcsa tojás. Oh. Többi pedig ilyen apróságot tartalmaz. Nem árt egyébként a leveleket is megbirizgálni kulcsügyben. Mert van, amikor mögéjük van rejtve. Ezek szerint nem jó helyen járok. Nézzünk el erre is. Itt már van egy kulcs. Na, mi történt? Oda ragadt. Hoppá! Na, itt van az, amit mondtam korábban. Oké, ez nem úgy jött össze, ahogy akarták én szerintem, szóval... Itt ismételten őt kell igénybe venni. És az ág tudását. Ugyanis az a lényeg, hogy pár lépésből elérjük ezt a kulcsot. Ez most nem sikerült elsőre, szóval nézzük a másik oldalt. Ez se jó. Lássuk csak. Négy lépésből kell elérjük. Ez... Nagyon messze kezdek kerülni tőle. Ezt tudom, hogy ezt elég hamar megoldottam régen. Ez megvan. Jó. Megvan a kulcsunk. Lássuk csak, hanyadikról van szó. Még egy kellene. És különben, amit magyaráztam, mint látjátok, ide kellenek a lakat kulcsok ehhez, hogy ezt kinyissuk. Bunkófejű. Oké, nézzünk még egy helyen körül, aztán ezt kinyitottam, szerintem zárom is majd a felvételt. Gondolom én, hogy itt lefelé is... Na! Szóval itt lefelé is van azért valami. Rajta kívül. Nem tudom, hogy lehetne elkerülni. Erre voltunk, azt hiszem. Akkor nézzük meg a fentebbi irányt. Ó, oh, itt ismét van egy poén. Először kis figurát húz elő. Majd egy nagyobbat. De ami a lényeg, az elméletileg most jön a poén. Na igen. És ugyanúgy lenyeli, mint a többieket, szóval... Van egy nyelőcsöve. Persze ezért megint kártya járt. Ó, ez megint ismerős hely. Erre hiába jövök.
megint a barátaink felé veszem az irányt, ezúttal viszont, ha engedi a játék, igen, akkor lefelé. A történetmesélős figura. Az agyválós történetmesélő. Szóval így keletkezett a természet, hogy minden egyes hulló csillag félrelökte a holdat. Na. Erre azt hiszem voltunk, de nem baj az, hogyha még egyszer megnézzük, hogy mi a helyzet. Aha, itt voltak a bogarak, de az alsó részen azt hiszem nem néztünk mindent meg, de oké. Okay. Na srácok, viszont ha 22. percnél nem sikerül megoldanom a témát, akkor itt zárom a videót, ugyanis én gyakorlatilag ebből csak annyit szerettem volna, hogy megmutatni, hogy miről is van szó, milyen játékai voltak még az Amonika Designnak. Lehet, hogy a későbbiekből is csinálok egy ilyen kis bemutató félét majd, mint most. Végigjátszás persze egyikből sem biztos, erre pedig már voltunk, és nem találtunk semmit. Talán végigjátszást még a Samarost 3-ból láthattok majd. Azt valahogy szeretném összehozni, mert az a játék az tetszik. Ki tudjuk kerülni? Nem, ehhez segítségül kell hívnunk valamit, szóval nyomondó vagyok, hogy mivel nem is nagyon jutunk innen tovább, és ennyit szerettem volna. Így lényeget láttátok a játékból, szóval remélem tetszik, és ha igen, akkor csapjatok le rá, próbáljátok ki. Egy végigjátszást mindenképp megérdemel. Aztán hamarosan, ha minden igaz, akkor folytatom a Samarost 3-mal, ugyanis az első két rész már fent van ilyen rövid, teljes végigjátszós videóban. Kattintsatok arra is rá, ha érdekel titeket, illetve hogyha tetszett a téma, akkor tudjátok mi a dolgotok. Találkozunk legközelebb. Szevasztok!